Törökország és a palesztin autonóm területek hatósága is elítélte Benjamin Netanyahu miniszterelnök szándékát, miszerint kiterjeszti Izrael fennhatóságát Cisjordániára, amit a hatnapos háborúban szállt meg Izrael 1967-ben. A palesztin vezetés rámutat, illegálisak a telepek, amikbe összesen 400 ezer zsidót költöztetett az izraeli vezetés Cisjordánia területén. Hanan Ashrawi, a palesztin hatóság egyik vezető tisztségviselője szerint az izraeli miniszterelnök szándéka nem csupán választási kampányfogás, hanem véghez is fogja vinni az izraeli fennhatóság kiterjesztését a palesztin területeken. Hanan Ashrawi illegálisnak és annektálásnak nevezi, hogy Jeruzsálem teljes területét izraeli fővárossá teszi Netanyahu. Ha a tervét véghez viszi, az a béke folyamat végét jelenti, tette hozzá a palesztin tisztségviselő. A keddi előrehozott választásokon Benjamin Netanyahu legfőbb ellenzéki riválisa Benny Gantz, a kék-fehér párt vezetője. Szavazatszerzésre irányuló felelőtlen ígéretnek nevezte az izraeli miniszterelnök szombati kijelentését. Netanyahu szándéka Cisjordánia annektálását jelentené Gantz szerint.